Nyakendőjét igazítva, kézcsókot osztva érkezett az Európai Néppárt kongresszusára Orbán Viktor. Magyarországon ritkán lehet, de ott kérdezhettek is tőle az újságírók. A miniszterelnök befelé menet angolul válaszolt. Bár Orbán Viktor szerint a Fidesz maga a néppárt, az elmúlt időszakban többen is arról beszéltek, ki kell zárni őket, mert Magyarországon veszélybe került a jogállamiság és a demokrácia. Köztük volt Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság néppárti elnöke, és Sebastian Kurz, osztrák kancellár is. A kongresszuson viszont a kizárás nem volt téma. Kritikát viszont kapott a Fidesz, bár Orbán Viktor a tavaszi választások óta rendszeresen beszél a keresztény demokrácia fontosságáról. Az Európai Tanács néppárti elnöke nevek említése nélkül azt mondta, a keresztény demokrácia nem tagadhatja meg a liberális demokrácia alapelveit. Ha nem tartod tiszteletben a jogállamiságot, nem vagy keresztény demokrata, ha nem szereted a szabad sajtót és a civil szervezeteket, ha eltűröd az idegenellenességet, az antiszemitizmust, akkor nem vagy keresztény demokrata, mondta Donald Tusk. A kongresszuson egy határozatot is elfogadtak, amely szerint a jogállamiság, a szabad sajtó és igazságszolgáltatás a demokrácia alapkövei. Eszerint például a populizmus és a nacionalizmus nem egyeztethető össze a fejlődéssel, a demokráciával és a jogállamisággal. A DK szerint egyértelmű, hogy a javaslat a Fideszről szólt. Ez tulajdonképpen egy vádirat, különösen olyan mondatokra gondolok, amelyek azt mondják, hogy a néppárt a leghatározottabban elítéli a populista, nacionalista, illiberális politikát. Kérdezem, lehet ezt félreérteni? Tudjuk azt, hogy ezt nem lehet félreérteni. Orbán Viktor ma az állami rádióban ezekre a bírálatokra nem reagált, csak arról beszélt, hogy a kongresszussal elkezdődött a néppárt kampánya. A kongresszus arra szolgált, hogy megvessük a lábunkat, ne hátráljunk tovább, és induljunk meg egy közös nagy európai kampányban. A kampányt a német Manfred Weber vezeti majd, aki a kongresszus döntése értelmében a néppárt jelöltje lesz az Európai Bizottság elnöki posztjára.